Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legbugyutább filmes klisét mutatjuk be, amik a valóságban sosem történnének meg. That was incredible! Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a gyakorta előforduló filmes kliséket mutatjuk be, amelyeknek a valóságban semmi értelmük nincsen. We have a zero bug attacking all login and overlay files. Run antivirus. Give me a systems display. Tizedik, amikor a kocsin nem indul. Beszállsz a kocsiba, ami nem hajlandó elindulni. Mindenkivel megesett már, általában az aksiba vagy a motorral van valami probléma. That should do it. Try it now. It's not starting. Damn! A filmekben ez a kellemetlenség viszont természetesen mindig a lehető legrosszabbkor esik meg. Mondjuk, amikor a gyilkos már csak pár lépésnyire van a kocsinktól, vagy a zsaruk a szereplő nyomában vannak. Az a legidegesítőbb, hogy a filmekben a gond általában azonnal megoldódik, ha főszereplőnk nekiáll frusztráltan sikoltozni, vagy jól belecsap a kormányba, és mixer előhöz sem kell vinnie a kocsit. Kilencedik, Vakfolt. Hány olyan horrorfilmet láttunk már, ahol a főhősünk beiszkol a kocsijába, majd nekiállna elhajtani vele, de rájön, hogy dun-dun-dun, nincs egyedül. You're behind me, aren't you? Ezt a klisét az évek során olyan szinten agyon használták, hogy a nézők már tudják, hogy mi fog történni, mielőtt még megtörténne, így oda az izgalom. Tegyük kezünkre a szívünket. A valóságban csak észrevennénk, ha valaki ülne mögöttünk a kocsiban, nem igaz? Továbbá a horrorfilmek olyan szinten megedzettek minket, hogy az első dolgunk minden esetben lecsekkolni a hátsó ülést. 8. Ráeszmélés a monológ közben. Hatalmas érzelmi töltettel rendelkezik minden olyan jelenet, ahol a szereplő egy megkapó monológ közepén jön rá, hogy amit mond, az tökéletesen illik a magánéletére is. Josh needs someone with imagination, someone to take care of him, someone to laugh at his jokes, in case he ever makes any. Then suddenly, oh my god, I love Josh. A nézők természetesen érzékelik a párhuzamat az érzelmes beszéd és a szereplővel történt események között. Aztán főhősünk feje felett is meggyullad a villanykörte, és leesik neki, hogy valójában mi is történik. Man's gotta do what a man's gotta do. Megakadnak a mondat közepén, faképnél hagyják a nézőközönségüket, és rohannak szerelmet vallani a lánynak vagy valakinek, akibe épp beleszerelmesedtek, tehát teszik, amit tenniük kell. A való életben azért valószínűleg kivárnánk, amíg vége a beszédnek. I've been doing a lot of thinking, and the thing is, I love you. 7. Nincs elköszönés. Már egészen kiskorunkban megtanuljuk a helyes telefonos etikettet, de úgy tűnik, hogy rengeteg szereplőnél teljesen kimaradt egy eléggé alaplecke. Gretchen thinks you're mad at her because she's running for spring fling queen. Oh my god, I'm not mad at her. I'm worried about her. A szereplők egyszerűen nem képesek venni a fáradtságot arra, hogy köszönjenek, aztán elköszönjenek attól, akivel telefonálnak. Még a régi filmekben sem, amikor a telefon még nem jelezte ki, hogy ki is hívja őket. Az akciófilmekben végképp nincsen idő udvariaskodásra. I can't go out. I'm sick. Boo, you whore. A valóságban tudjuk, hogy nem mindig könnyű letenni a telefon, sok udvariaskodás előzheti meg az elköszönést. De még amikor az ember rohanásban is van, csak mondd előtte már megszokásban is egy sziát, nem? 6. Kitartó udvarlás. A filmekben a férfiak bármeddig, de tényleg bármeddig elmennek, hogy felkeltsék a kiszemelt hölgy figyelmét. You wanna dance with me? No. Why not? 'Cause I don't want to. Főleg a romantikus vígjátékok visszatérő kliséje, amikor a srác annyira szeretne együtt lenni a lányjal, hogy bármit megtesz a cél érdekében, és még az sem érdekli, ha egymás után ezerszer kikosarazták már. Oh my god! I'm okay, no, stop fooling around! What are you doing? Oh, I'm gonna ask you one more time. Will you not go out with me? Ez a klisé az elmúlt években történtek fényében a MeToo korszaknak köszönhetően már megkopott, és mára már inkább szexuális zaklatásnak tűnik, mint játékos kis flörtölésnek.
5. Nincsen komoly fizikai sérülés. Tudjátok, hogy mennyire könnyű összetörni magatokat a valóságban? Simán kitörheted a bokádat, ha félrelépsz a lépcsőn, vagy a csípőd, ha elcsúszol a jégen. Azonban az akciófilmek főhőseit annyira kemény fából faragták, hogy olyan szituációkat is megúsznak ébbőrrel, amik amúgy a valóságban a halálukat okozták volna. A ruhájuk csak minimálisan pörkölődik meg egy robbanásban, egy kis horzsolással megúsznak egy esést egy magas épületről, és le se szarják, ha lábon lövik őket. Ezek egyikét sem lehetne megúszni a való életben súlyos, sokszor végzetes sérülések nélkül. 4. Hekkelés. Így a Mr. Robot után már tudjuk, hogy a számítógépes hekkelés műfaja minden, csak nem gyerekjáték. A 80-as és 90-es évek filmjében azonban úgy tűnt, hogy mi sem egyszerűbb, mint pár billentyű lenyomásával feltörni egy bonyolult számítógépes rendszert. Voilà. Szinte komikus nézni, hogy milyen villámgyorsan törtek fel bármilyen rendszert, és hogy elhittük, hogy a HTML felületes ismeretével megbuktathatjuk a kormányt, vagy a függetlenség napi esetében meghekkelhetjük az UFO-k technológiáját is. 3. Egy jól fedő maszk. Úgy tűnik, hogy a filmekben az emberek csak a szemük körül lévő kis mennyiségű bőr alapján azonosíthatóak tökéletesen. Fernand, let me see that mask. Legalábbis a filmek szerették volna elhitetni velünk, hogy minden ember tökéletesen elbújhat egy maszk mögé, mert nélküle nem lesz felismerhető. A Los Angeles-i tündérmesében a férfi főszereplőnek halvány fogalma sincsen, ki lehet a titokzatos lány, pedig főhősnőnk tökéletesen felismerhető lenne az arcának felét takaró maszk nélkül is az iskola folyosóján. Szeretnénk hinni, hogy a valóságban kicsit talpra esettebbek vagyunk ennél. Don't you know who I am? Of course I do. The Princeton girl. You're the girl I've been waiting to meet. I know exactly who you are. What's your name? 2. A rossz fiú véget nem érő monologizálása. Ez a pillanat mindig a film vége felé érkezik el, amikor a rossz fiú már a markában tartja a főhőst, és minden veszni látszik. Könnyűszerrel megölhetné, mert már minden módon maga tehetetlenné tette, de mégis arra használja a drága időt, hogy hosszú, kimerítő beszédet adjon elő, saját magát ünnepelve. Now I find you in exactly the position that suits me. I had lots of time to learn how to shoot with my left. Ha befogta volna és tette volna a dolgát, akkor a főhősnek nem lett volna elég ideje kitervelni a menekülést, és így végül győzedelmeskedni. When you have to shoot, shoot, don't talk. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor a jó fiút körbeveszik a gonosz banda tagjai, akik vannak olyan jó fejek, hogy külön-külön támadják meg, hogy legyen ideje mindenkit elverni. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Gránátdobálás. A filmekben jóval többet vannak használatban a gránátok, mint a való életben, és emellett még kissé nevetséges is az, ahogyan a filmes karakterek bánnak a robbanó eszközökkel. Az akcióvígjátékokban például a szereplők gyakran teljesen félreértik a kapott instrukciókat, és miután kihúzták a tűt, inkább azt dobják el, és nem a gránátot. Aztán ott van az az apró, de annál fontosabb részlet, hogy igencsak messze kell elhajítani azt a gránátot, ahhoz, hogy a robbanásban ne sérüljön meg az is, aki eldobta. 3. Milyen idegesítő filmes kliséket ismertek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!